valójában pokol az életem, és nem az egy dolog, hogy az én életem, de az attól van, mert a többieknek annyira megsanyarítom a sorsát ezáltal. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Ma Nagy Ervin fogja elmondani, hogy mit tart ő a legnagyobb hiányosságának. Hát az én legnagyobb hiányosságom az, azt hiszem, hogy a civil életemben az összpontosításnak a hiánya. Magyarul egy ilyen elképesztően szétszórt, egy hatalmas szétszórtság, egy oda nem figyelés, egy időpontok be nem tartása. Tulajdonképpen, hogyha én nem dolgozom, és nem a színpadon állok, vagy nem a kamera előtt, akkor én egyáltalán nem tudok fókuszálni a környezetemre, vagy elég gyengén. Tulajdonképpen ebből rengeteg hátrányom származik az életben, rengeteg konfliktusom, hogy nem érek oda, olyan, mintha nem tartanám tiszteletben másoknak az idejét. Ez nekem egy nagyon nagy hiányosságom szerintem. De gondolom, ennek te a tudatában vagy, és próbáltál is ellene tenni. És ennek szerint nem sikerült? Valójában mindig úgy nekifutok, minden nap megdorgálom magamat ezért. Azt hiszem, ez velem született. Tehát már gyerekkoromban a matchboxot elhagytam a homokozóba. Tehát, hogy ez onnan indul ez a történet. Szóval, hogy valahogy egyáltalán nem tudtam a tárgyakat fiatalkoromban se tisztelni, és aztán ez valahogy a nagykoromban ugyanígy van, tehát hogyha megkérdezik, hogy hol van a lakáskulcsom, sose tudom. Olyan, mintha elvinne mindig valami, tehát abban a gondolatban léteznék csak, ami éppen a fejemben van. És mindenfajta kontroll, ami a környezetemnek fontos, időpont, mikorra érünk oda, mikorra ígértük magunkat, mit visszünk magunkkal, mit ne felejtsünk otthon, ez hirtelen abban a vízióban, amiben éppen vagyok, nem mindig szerepen gondolkodok egyébként, valamikor csak azt nézem, milyen gyönyörű ez a madár, vagy milyen érdekes az a két fal, kinézek az ablakon. Teljesen elsodornak az események egy-egy ilyen fantázia buborék, az úgy visz magával, hogy minden, ami a jelen való világ, az szinte teljesen megszűnik. És ebben próbáltam megbarátkozni hosszú távon, mert hát lehet azt mondani, hogy habókos művészer, azt szokták mondani, művész úr maga ilyen szétszort. De valójában pokol az életem, és nem az egy dolog, hogy az én életem, de az attól van, mert a többieknek annyira megsanyarítom a sorsát ezáltal. Ők ezt szóvá is szokták tenni? Tehát a mit is magzok a életet? Csúnyán, innen indul az, hogy én mennyire rosszul érzem magam. Szeretteim, nem csak a szeretteim, kidolgoznak különféle ilyen válságmegoldásokat, meg ilyen kényszerpályákon mozognak, és már kitaláltak ilyen túlélési stratégiákat maguk számára, hogy hányszor kell nekem szólni, mielőtt elindulok otthonról, hogy ne felejtsem el, mikor reggel is emlékeztetni kell, e-mailbe is emlékeztetni kell, szóval, hogy ez valami olyan típusú agyi szétszórtság, ami büntetőleg van a környezetemmel, és természetesen ki a maga vérmérséklete szerint ezt szóvá teszi és presszionál ennek a megváltoztatására. Tulajdonképpen 40 éve állok ebbe harcba ebben a dologgal. Azt mondtuk, sőt, nem is, amióta megszülettem szerintem. Azt mondtad, hogy konfliktusok is adódnak ebből. Azok hogy néznek ki? Hát van a... Érdekes egyébként. Ezért buktam el munkákat. Fontos munka volt? Mondjuk például szerintem ugye a reklám alámondásokból többek között ezért most az elmúlt 7-8-10 évben tulajdonképpen nagyon megfogyatkoztak. Állandóan csúsztam, és ez szerintem állandóan mindig egy fél órás késésben voltam, vagy elfelejtettem, úgy mentem. Szóval megelégelték szerintem az ügyfelek. És ott kifejezetten érzékeltem, hogy ez nem fér bele. Nagy Ervinnek se fér bele. Szeretünk, jó a munka, amit csinálsz, de hát érted, mások idejével szórakozok. Úgy tűnik, pedig én ezt nem direkt csinálom. Szóval nem az van, nem mindegy, engem nem érdekel. Olyan van, hogy kikapcsolom a telefonom, és nem érdekel másoknak a... most keresnek. Én most nem érek rá, mert az erdőbe sétálok, vagy nem tudom, elmentem teniszezni. Az egy más, az egy döntés, hogy én most nem vagyok elérhető, de egyébként az időpontra való odajutásom az nem mások tiszteletlensége, hanem egyszerűen elsodornak az események, és valamiben addig vagyok benne, mert még az utolsó másodpercig is ki akarom élvezni, hogy egyszerűen elfelejtek oda elindulni időbe.
és mindenki úgy érzi, mintha én leszarnám őket, hogy kendőzetlenül fogalmazzak, tehát olyan, mint a tennék arra, hogy velük mi történik, és mi az én. Valaki ezt nagyon sérelmezi, valaki azt érzi, hogy akkor nem szeretem. Tehát vannak olyanok, akik úgy élik meg, hogy akkor nem fontosak. És például ez zavar tulajdonképpen a legjobban, hogyha valaki azt gondolja rólam, miközben nagyon fontos a számomra, hogy azzal, hogy az idejét nem becsülöm, őt magát se, és tulajdonképpen lényegében nem szeretem, mert nem foglalkozom avval, hogy vele mi történik addig, amíg én nem vagyok ott. Ment is rá mondjuk fontos emberi kapcsolatod erre a hiányosságra? Haragudtak meg rám hosszú távon. Haragudtak meg több évig. Több évig haragudtak meg rám. Konkrétan ezért nem hagytak el, ez a kérdés, de mondom, több éves haragtartás az volt belőle. És ilyenkor hogy épül újjá az a bizonyos kapcsolat? Ilyenkor te addig járod a kanosszát, míg a másik egyszerűen rájön arra, hogy tulajdonképpen az Ervin tényleg nem tojik a fejemre? Járom a kanosszát, és ilyenkor kicsit jobb gyerek leszek. Tehát, hogy ilyenkor egy kicsit megpróbálok minden erőmmel odaérni. Én hullámzóan egyébként fejlődök. Én így érem meg, hogy hullámzóan azért vannak pillanatok, amikor, hogy olyan, milyen ilyen lelkismeret furdalási helyzetben vagyok állandóan ezáltal. És tudom, hogy most neki nagyon meg kéne feleljek, nagyon pontosan oda kell érjek, mert ez fontos, mert őt megbántottam. És ez általában visszahat rám, nem szeretek embereket megbántani, feleslegesen meg pláne. Egyet árulj el még nekem, légy szíves, mert szerintem egy nagyon érdekes különbözőség. Azt mondod, hogy a színpadon kívül. Tehát mi történik a színpadon, ahol életbe lép egy olyan koncentráció, ahol ilyen elő nem fordulhat? Viszont a színpadon kívüli történeteknél, vagy eseményeknél ez a koncentráció, ez ellenszik. Ez hogy van? Igen, valahogy olyan, mintha egyébként érdekes módon azon az életem múlna, az életemben meg pont nem múlik az életem rajta. Tehát, hogy a színpadi létezés, meg az ott lét, az olyan, mint az ember folyamatosan, hiszen ez is történik, állandóan nézi 600 ember minden pillanatát, ott nem lehet, hogy úgy mondjam, lébecolni, nem lehet alibizni sportnyelven, hogy ott csak ott hátul állok, hogy valahogy minden pillanatban azt érzi az ember, hogy megmérettetés van, megfelelés van, és nagyon jól akarja csinálni, hiszen állandó minden másodpercben azon dolgozik, hogy róla egy jó vélemény alakuljon ki a színpadon, tehetségesnek tartsák, érdekesnek tartsák, és ezért minden energiáját tulajdonképpen ennek szenteli. Amikor meg kilépek a civil életbe, nyilvánvalóan nekem, mivel az hatalmas energiabefektetés, tulajdonképpen onnantól kezdődik a nyaralás. Tehát onnan jön a szünet, hogy én kilépek, és akkor úgy ezeket a szálakat elengedem. És hát végül is tényleg a fantáziámból élek. Valószínű az életben lévő pillanatokat, momentumokat én lehet, hogy több fantáziával is élénkebben, lelkileg élénkebben élem meg, és állandóan tulajdonképpen moziból moziba vándorolok. Mm-hmm. És ezért valahogy a külvilág gyakorta szűnik meg számomra. Nem vagyok egyébként egy ilyen felhőtologató, meg egy ilyen állandóan ilyen felhőnéző fiú. Tehát én nem vagyok, kifejezetten nem vagyok ez a típusú, úgymond ilyen melankolikus művész lélek, aki látott, hogy 0-24-ben művész, sőt, nagyon praktikus csávó vagyok bizonyos szempontból, de az adott helyzeteken belül én állandóan elkalandozok valahogy, azt veszem észre. És mostanában elég sok könyvet olvasok arról, vagy mostanában szembe jött ez valahogy, pont a Térei Jánosnak csináltam egy emlékestjét, és úgy szembe jött, hogy ő ugyanezekkel a problémákkal küzdött az életbe. Még nem beszéltem erről pszichológussal, hogy ez ADHD, de mostanában némi nemű, hogy úgy mondjam, gyanúm keletkezett, hogy lehetséges, hogy nekem van egy ilyen... Kaptam egy picit ilyet az istenektől, de... Amíg tényleg nem az van, hogy lehetetlenné teszi a létezésemet, és művészileg termékeny, addig megtanulok ebből együtt élni.
Meg megtanítom a környezetemet. Ez is fontos. Érdekes módon azt hiszem azért egy kicsit ez genetikus, mert a lányomon ugyanezt látom. Tehát ő is, ha valamiben van, akkor csak abban van, aztán hogy néz ki a szoba, meg az egy külön dolog, és még csak le se tudom szídni. Igen. Mert igen. Valami apus, valami teljesen hasonlóban van. Úgyhogy, igen. De anélkül pszichologizálni szeretnék, azt mondod, hogy rendkívül fontos, hogy az ember a színpadon milyen színész legyen, és milyennek lássa. Arra fektet. Abba fektet energiát. Tehát kis túlzással sarkítani akarok, azt is tudnám mondani, hogy majdnem, hogy fontosabb, hogy milyen színésznek tartanak, az már kevésbé, hogy milyen embernek, nem? Hát egész őszinte akarok lenni, akkor én ezt nem úgy élem meg, hogy az alapján mérnek engem le, mint embert, hanem az emberi tulajdonságokból a kitartást, a szeretetet, a bátorságot, a másokért való kiállást, az egyenességet, a humort, egy csomó olyan dolgot, amit azokat én sokkal fontosabb és meghatározóbb jellemvonásoknak tartok, mint azt, hogy rend legyen, időbe odaérjünk. Ezeket egy kicsit olyan, nem tudom, olyan számomra ezek olyan, nem akarok ilyet mondani, hogy kispolgári, mert az meg egy ilyen, nem tudom, egy kicsit fellengzős, de hogy nem ezek tesznek egy embert értékessé avagy sem. És valahogy fontossági sorrendben ilyen szempontból én ezeket úgy hátrébb rakom, valószínű néha tudat alatt, néha tényleg azt érzem, hogy most odaérünk fél órával, és akkor mi van? Másoknak viszont hozzátartozik az identitásához, a neveltetéséhez, és sok-sok mindenhez, és erre tekintettel kéne jobban lenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a másik tisztelete ezen is múlik, úgyhogy azért is fogalmaztam meg, mint hiányosságot, mert azt gondolom, hogy ebben napra nap dolgom van. És ebbe hatodik, ha szakad, lehet, hogy életem végéig meg kell tanulnom valahogy fejlődni a szeretteim kedvéért. Hát azt kívánom, hogy sikerüljön. Nagyon szépen köszönöm. Remélem. Én is köszönöm.